Szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. A mai üzenet címe Hitben való erősödés. Ismét egy év, ismét egy új nap, új lehetőség a megerősödésre. Isten szeretete felénk, hogy a gyengék erősekké váljanak, a megfáradtak pedig felfrissüljenek. Egy új nap mindig lehetőség egy új kezdetre. Ha tegnap elrontottam, vagy megsértettem, vagy megbántottak, mindig van lehetőség egy új kezdetre. Nem az a baj, ha elrontunk valamit, vagy sértve vesszük magunkat. A lényeg az, hogy tudunk-e újat kezdeni, kilépni és a régit hátrahagyni. Isten üzenete ma számunkra, hogy hitben, megerősödve fussunk a cél felé Krisztus Jézusban. Isten igéje így szól, Szentírásból idézek. Kolossébeliekhez írt levél, 2. fejezet, 6-7 igerészben. Azért, ha befogadtátok a Krisztust, Jézust, mint Urat, járjatok ő benne. Gyökerezzetek meg, és épüljetek fel ő benne, és erősödjetek meg, hitáltal hálaadásotok legyen bőséges. Tehát Isten igéje azt mondja, hogy van lehetőség az Úrban a felépülésre és a megerősödésre. De hogyan? Isten igéje felszólít bennünket, hogy az Úrban való meggyökerezés, épülés és megerősödés. Amikor a fa gyökere megkapaszkodik a föld mélyébe, gyökeret vet, akkor táplálékhoz jut. A földben vannak olyan táplálékok, amik a fát életben tartják. Biztos láttunk már kis facsemetéket ültetni. Gyengék és hajlékonyak. Aztán, ahogy a föld mélyéből, gyökereiken keresztül kapják az életerőt, hatalmas fákká nőlnek. Nagy lombjaik lesznek, erős ágaik és zöldelő lombjaik. Ugyanígy van az ember. Aki hitáltal meggyökerezik, az Úrban felépül, életerős lesz, és mindig tud újat kezdeni. A háladáson pedig bőséges fog lenni. Új nap, új lehetőség, új kezdet. Ragadjuk meg hát együtt a Krisztus Jézusba vetett hitáltal. Isten áldjon Önöket!